Az 1990-es évek elején indult el az úgynevezett mikrohitel hitelezési folyamat Magyarországon. Ennek célja, hogy a banki forrásoknál olcsóbban fejlessze a mikro- és kisvállalkozásokat, valamint támogassa tevékenységüket. Mikrohitelt akár kezdő, gazdasági múlttal még nem rendelkező vállalkozás is igényelhet. Kamata fix 3,9%, a maximális felvehető összege pedig 10 millió forint. Ez a felvehető összeg a program indulásakor még jóval alacsonyabb volt. Akkor egy egész kis összeg, 300 ezer forint volt a hitelnek az összege, amit akkor is, és tulajdonképpen most is mikro és egyéni vállalkozók vagy kisvállalkozások vettek igénybe. Ez aztán folyamatosan emelkedett az összeg, lett 500 ezer forint, 1-1-es vagy 1 millió 100 ezer forint, és így tovább most már 10 milliós nagyságrendben is lehet felvenni hitelt. A hitel célja induló vagy működő vállalkozások új beruházásának, forgóeszközeinek finanszírozása. Beruházási célra a felvett hitel esetében legfeljebb 8 év lehet a futamidő, forgóeszköz finanszírozása esetén pedig legfeljebb 3 év. Fontos feltétel, hogy az igénylő ne álljon csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A foglalkoztatottak létszáma maximum 9, a vállalkozás előző évi nettó árbevétele pedig legfeljebb 200 millió forint lehet. Fontos, hogy a vállalkozás székhelye Magyarország legyen, és legalább 75%-ban magyar tulajdonban álljon. Ezeknek a feltételeknek számos vállalkozás megfelelt az elmúlt évek során a megyében. Több mint 25 éve folyik a Pilum részre és a megyében a hitelezés. Ez 4500 vállalkozást érintett eddig. Összesen 11 milliárd hitel összeget és 3,3 milliárd visszatérítendő támogatást adtunk ki eddig. Pillanatnyilag 617 ügyfelünk van, és 2 milliárdot meghaladó kihelyezett összeg van a igénylőknél. Ebben az évben is már több vállalkozás részére történt hitel elbírálás. A tavalyi évben 18 vállalkozásnak adtunk több mint 200 millió forint összegű hitelt. A Primum részéről ez nem csak egyszerű banki tevékenység. A hitelezést követően folyamatos a kapcsolattartás a vállalkozásokkal, végigkövetik a fejlesztést, és más, akár pénzügyi tanácsadással is segítik annak tevékenységét.